Watch Me zenekar az igazából most 2015. szeptemberében alakult meg. Mi a Ritával már előbb is voltunk egy zenekarban, és a volt zenekarainkat gondoltuk igazából újra. Azok a stílusok, amiket én hallgatok, az sokkal kevésbé session zenei stílus, hogyha ilyet lehet mondani. Tehát, hogy az, ami mondjuk engem mozgat, az mondjuk nem egy alapvető szaxofonista stílusa, hanem én ilyen szeretem a rock and rollt, meg minden olyan dolgot, amiben teljesen indokolatlan a szaxofon. És akkor ez tök király, hogy semmi értelme. Én úgy kerültem a képbe, hogy régóta jobban vagyunk, volt a közös munkák, közös koncertek, ilyesmi, meg járkáltunk ide-oda, és ugye nagyon közös bennünk a zene, hogy mind a ketten szeretjük. Nagyon szeretem az élőzenét, nagyon jó volt, amikor meghívtak ebbe a számba, mert nagyon szeretem kipróbálni magam ilyen dolgokban. Nagyon tetszett az egésznek az iránya, a húzása, meg igazából engem nagyon könnyű behúzni világító festékekkel, tudod. Mondták, hogy ilyen klip lesz, én akkor akartam menni festéket dobálni, rappelni, minden ilyesmi, úgyhogy szerintem nagyon jó lett a végeredmény. Van egy most már nagyon jó barátunk, ő egy sminkes hölgy, és nem normális, ugye? De a legpozitívabb értelemben teljesen kattan. És egyszer elmentünk vacsorázni, és elkezdett maszkokat mutatni, és úgy indult az egész ötlet, hogy kitaláltuk, hogyha egyszer lesz egy klipünk. Ha egyszer lesz egy klipünk, akkor milyen nyirvagány lenne, hogyha lenne benne egy-két UV flash. Aztán így elkezdtünk ezen gondolkodni, és ez lett a szituációból az egész UV lett. Amikor megszületett ez a szöveg, akkor én például pont egy kicsit neccesebb, dühösebb időszakban voltam, és igazából csak próbáltam megfogalmazni, hogyha ideális világot élnénk, akkor mi lenne az, amilyen elvek alapján én ezt tenném, meg igazából az egésznek az lenne a célja, hogy elgondolkodjanak az emberek azon, hogy itt tök nem jó kicsinyes dolgokba belepörgetni magunkat, mert hogy egyébként egy tök magasabb cél, meg egy tök sok értéket felhalmozó világ is lehetne akár. Ez nagyon-nagyon fennköltre sikerült, de egyébként erről szól a szám.